Hát nem tudom, hogy fog-e látszani a kamerába. Az oxigén és annyi a logója, nagyon jó. És nem gondoltál arra, hogy vissza? Nem nyomtam meg, de készen létibe van. De a felvétel az mindig? Most felvétel nincsen, persze azt te indítsd. Ez volt a kis. Abban igen. Itt kellek. Miért hittál? Poénból? Jó poénból, későn vettem észre. Mondom, miért nem szóltatok, hogy csörög a telefonom? De le van némítve, és csak rezgő. Fergeteges, megmozgatta mindenkinek a fantáziáját, és nagyon nagy kíváncsisággal tekint mindenki a fellépő művészeknek, mert mondhatom azt, hogy művészeknek a fellépése elé. Tájékoztatásképpen mondanám, hogy a Fergeteges műsorát követően még este lehet számítani az Anita és a Táncosok produkciójára, illetve a Pór Péter táncdalénekes műsorára, valamint 9 órakor a tűzi játékra, ami ennek a napnak a zárása. És most egy kötelezettségemnek teszek eleget, amikor a színpadra invitálom Halmi József polgármester urat, aki szeretné önöket köszönteni a mai nap alkalmából. Köszönöm szépen! Én a köszöntést azzal kezdeném, hogy holnap gyermeknap, és a Győrterek önkormányzat nevébe, testülete nevébe minden gyermeket köszöntenék a holnapi gyermeknap alkalmából. Úgy próbáltuk a programot összeállítani, hogy a délelőtt a gyerekeké, a kora este pedig a felnőtteké. Ilyen rendezvényen mindig megköszönjük a támogatóknak, a vállalkozóknak, Győrterek vállalkozóinak, hogy segítették, hogy ez a rendezvény létrejöjjön. Én szeretném megköszönni a képviselőtestületnek, a kisebbségi önkormányzatnak a támogatást, valamint szeretném megköszönni a dolgozóinknak. Minden dolgozónak, hogy egész héten szabadidejükből áldozva azon voltak, hogy ez a rendezvény minél sikeresebb legyen, és minél zökkenőmentesebben menjen végre. Ebben a dolgozóban mindenki benne van. Én szeretném megköszönni a település lakóinak is az eddigi jelenlétüket, és nagyon bízok benne, hogy a budapesti vendégeket is megtisztelik jelenlétükkel, és a budapestiek úgy mennek el, hogy nagy közönség előtt egy gyönyörű műsort fognak adni. Nem volt még a faluban lehetőség, hogy egyszerre két ilyen neves popénekes, egy fiatalabb garnitúra is egy idősebb, valamint teste a tűzi játék. Még egyszer szeretném mindenkinek a támogatását,
a munkáját megköszönni, hogy ez a rendezvény igaz, még nincs vége. Én megítélésem szerint egy sikeres rendezvény. És köszönöm önöknek, hogy megtiszteltek bennünket ezen a rendezvényen. Köszönöm szépen!
Lépjek. Megérkezett egy nagyon kedves barátom, szólíthatom barátomnak, dr. Veres János, országgyűlési képviselő, a pénzügyminisztérium politikai államtitkára. Mindenkinek megköszöntem mindent, de neki szeretném megköszönteni azt, hogy eljött Győrtelekre. Én tudom a hátterét, hogy jött el, 2 órakor még Budapesten volt, de vállalta, családi programot mondott le azért, hogy itt lehessen. Ezt majd nekem kell megmagyarázni a feleségének, ezt rám bízta, nehéz lesz. És azt mondták itt az előbb, hogy elfelejtettük a díjakat átadni. Hát úgy gondoltuk, hogy ehhez a neves versenyekhez egy olyan ember adja át a díjat, aki egy sikeres politikai pálya közepén van, és nagyon bízunk benne, hogy ez a pálya még sikeresebb lesz számára, és egy pár szó erejéig átadnám neki a mikrofon. Köszönöm szépen a meghívást, jó napot kívánok, tiszteltel köszöntök mindenkit Győrtelken. Köszöntöm a gyerekeket a gyermeknap alkalmából, a felnőtteket abból az alkalomból, hogy kisütött ránk rendesen a nap, a versenyzőket abból az alkalomból, hogy balesetmentesen megúszták a versenyzést, és a győrteléket abból az alkalomból, hogy a mai napon is sikerült egy olyan rendezvényt csinálni a településen, ahol sokan jól érezhették magukat. Való igaz, hogy egy elég szoros program részeként jöttem el, de hát miután 3 héttel ezelőtt megbeszéltük, ezért úgy gondoltam kötelezettség. Ma értékelték Budapesten az elmúlt 1 évi kormányzás legfontosabb kérdéseit, és azon vettünk részt, onnan indultam el valóban nem régiben, de szerencsére az út jó volt, és sikerült ide érkezni. Én azt szeretném mondani önöknek, hogy a gyermeknap alkalmából a kicsik, a közepesek, meg a majdnem felnőtt gyermekeknek sok boldogságot kívánok. Vegyék komolyan a tanulást, vegyék komolyan azt, hogy készüljenek az életre, arra az életre, ami életben nekik sokkal több minden lehetőség fog megnyílni, mint ami megnyílt akár az én korosztályomnak, akár az ő szüleik korosztályainak. És éljenek ezekkel a lehetőségekkel. Bizonyos vagyok abban, a következő években még több olyan kormányzati intézkedés fog születni itt Magyarországon, amely az ő jövőjüket, az ő boldogságukat, az ő majdani családalapításukat sokkal kedvezőbbé, könnyebbé fogja tenni, mint amilyen volt az előző időszakban. Úgyhogy a gyermeknap alkalmából legyetek köszöntve gyerekek. És akkor következett a díjátadás, mert szerintem azt várja már mindenki. Szeretettel köszöntöm én is államtitkár urat, és akkor fölkérném, hogy közreműködjön ebbe a kis hivatalos procedúrába. Megkérném a főző csapatoknak a képviselőit, hogy legyenek szívesek ide a színpadhoz közel fáradni, hiszen elsőként szeretnénk mindenkinek egy oklevéllel és egy pici ajándékkal kedveskedni, hogy a mai napon részt vett ezen a rendezvényen. Először kérném a Tunyog-Matolcsi Zalka Máté Vadásztársaság képviselőit. És már érkezik is. A győrteleki ápoló gondozó otthon főzőcsapatának képviselőjét. A Fülpösdaróci független nőszövetség főzőcsapatának képviselőjét. Géberjéni Szamos Virág Egyesület főzőcsapatát. A győrteleki szakállasok főzőcsapatának képviselői.
A győrteleki általános iskola főzőcsapatának képviselőjét. A nagydobosi önkormányzat főzőcsapatának képviselőjét. Igen. A Nagyecsed Városért Egyesület főzőcsapatának képviselőjét. A Fülpösdaróci önkormányzat főzőcsapatának képviselőjét. A Géberjéni önkormányzat főzőcsapatának képviselőjét. A Kocsordi önkormányzat főzőcsapatának képviselőjét. És végül, de nem utolsó sorban a házigazda győrteleki önkormányzat főzőcsapatának képviselőjét. A zsűri, ahogy szokás mondani, igen nehéz helyzetben volt, és ez tényleg így is van. Két kategóriát hirdettünk meg, az egyik a legfinomabb íz, a másik a legszebb sátor kategóriája volt, és ebbe a két kategóriába a következő díjazottak születtek. Harmadik helyezett a legfinomabb íz kategóriájában a győrteleki ápoló gondozó otthon főzőcsapata. Nagy tapsot kérek, megszolgálták, úgy gondolom. A második helyezett a legfinomabb íz kategóriájában a Kocsordi önkormányzat csapata. És végül az első helyezést levadászta a Tunyog-Matolcsi Zalka Máté Vadásztársaság főzőcsapata. Még a sátor. A legszebb sátor kategóriájában megosztva két csapat kapta a harmadik helyezést. A Fülpösdaróci Független Nőszövetség csapata, yeah.
És a másik harmadik helyzet a Györteleki Önkormányzat főzőcsapata. A legszebb sátor kategóriában a második helyezett a Kocsordi Önkormányzat főzőcsapata. Hiába jó országgyűlési képviselőnek lenni, pláne államtitkárnak, hiszen rengeteg előnnyel jár. A főző csapatok közül a legszebb sátor kategóriában első helyezést ért el a Géberjéni Önkormányzat csapata. A 2004. évi falunap legelhúzódóbb versenye szokás szerint a kispályás labdarúgó torna volt, de ott is született végeredmény, ezt is kiirdetjük és kérjük államtitkár urat, hogy még maradjon. A férfi kispályás labdarúgó tornát a Györteleki Önkormányzat csapata nyerte, akik a döntőben a Györteleki Fiatalok Tornádó FC csapatát verték meg 1-0 arányban. És így ők a másodikak. Az első csapat kapitánya oklevelet és serleget vesz át. Kérjük a második helyezett csapat kapitányát is. És közben elmondom a további helyezéseket. Harmadik lett a Vörös Ördögök csapata, negyedik a Tató Negró csapata.